Szervusztok, sziasztok, jó reggelt, jó délután, jó estét mindenkinek, amikor nézed ezt a videót. Három filmet néztem meg tegnap, mivel szabad napom volt, ezért most friss emlékek vannak róla. Nyilván nem ezt először nézem meg, hanem már többször is megnéztem. Na, ez a három film, ugye benne lesz a videó címében. Ez a 2018-as, mindjárt mondom, Bosszúállók a végtelen háború című film. Utána jön a Bosszúállók 2019-es verziója, ami a Végjáték címet kapta. Megnéztem még tegnap a következő filmet, a Kedvencek temetője 2019-es filmet. Megnéztem tegnap, úgyhogy ezekről fogok nektek beszélni. Nyilván úgy, hogy nem fogom lelőni a poént benne, mert nem fogom lelőni azt, hogy mi volt a film, mi volt a legjobb része, csak ez egy felhasználó szintű videó elemzés, filmelemzéssel egybekötve, ami szerintem nagyon jól sikerült a filmbe, vagy nem. Na, akkor kezdjük is hosszú bevezető után az első filmmel, amit érdemes megnézni, ami nem nagyon sok mindent vártam, de a jó sok kritika, amit kapott, meg a jó lett értékelve a film maga, nem akarok szuperlatívum szóval beszélni róla. Ez nem más, mint a Bosszúállók a végtelen háború című műalkotás, ami 2018-ba került a mozikba. Sokan ajánlották, hogy nézzem meg őket, nem nagyon látom ugye Marvel-től ezt a két producer, az előzőeket sem nagyon, majd visszanézzük. Az átlag az 8,5 az IMDb-n, amit föl vagyok regisztrálva, az egy olyan oldal, ahol lehet értékelni, ha megnézted a filmet, és akkor tudod értékelni. Az átlag az 8,5 pont. Én 9-et adtam a lehetséges 10-ből, hogy miért? Nagyon jó film, az elejétől a végéig szerintem izgalmas. Nagyon látványos a képvilága, nagyon akciódús, és nagyon sok a dráma, az akciójelenet, némi pici vígjátékszerű is található benne, ugye a beszólogatások miatt. És hogy mondjam, nem laposodik el a film az elejétől a végén. Ilyen nagyon sok, hát nem sok film van végül is, ami engem annyira lekötött, mint a Bosszúállók a végtelen háború című film, úgyhogy még hogy leszpoilerezném, vagy hogy előném a végét, nem mondok többet róla, érdemes megnézni szerintem. Na, sok reményt és sok mindent fűztem a következő filmhez, a Bosszúállók végjáték című alkotásra, ami 2019-ben került a mozikba, és ugye interneten ingyen megnézhető, úgyhogy én így néztem meg, azért most nem megyek el moziba, hogy megnézzem, hanem kiváló minőségben fönn van már az interneten, meg tudod nézni, te is. Hogy mondjam, ez a film nagy elvárásokkal és nagy reményekkel ültem le a gép elé, és néztem meg tegnap megint. Hogy még jó, hát hogy mondjam neked, hogy fog-e jobban tetszeni, mint ahogy elsőre megnéztem, akkor nem nagyon. És meg is mondom, hogy mennyit adtam az IMDb-n erre a filmre. A lehetséges 10 pontból adtam neki 7 pontot. Az átlag az 8,8. Vagy miért adtam én 7 pontot, kevesebbet, mint a 2018-as változatra? Azért, mert volt benne pici csavar, de nem azt, hogy mondjam, nem azt nyújtotta, amit én elvártam volna egy Bosszúállóktól, főleg a végjátékban. Ami, hogy mondjam neked, egy picit unalmas volt. Egy kapta fálam, szerintem a többivel. Több ilyen Bosszúállók résszel. Nem az előző, hanem az előző szériákról beszélünk, szerintem. Nem volt olyan jó időutazásos volt, nem akarom nevetni a poén, semmi volt, tényleg jó vígjáték rész benne, szerű poénokkal, ugye. De, hogy mondjam, nem volt az a jó film. Egyszer nézhető, de másodszorra már nem nagyon tudtam megnézni, mert bele-bele lapozgattam, ugye, és nem kötött el a figyelmemet. Úgyhogy az nem volt olyan jó, ezért adtam csak 7, azaz 7 pontot. A következő film egy horror valami thriller, inkább az misztikus thriller, meg inkább ezt mondanám erre a filmre, nem mint horror. Ez a Kedvencek temetője. Bár némi horror felfedezhető ebbe a
Kedvence temetője című filme, de én az IMDb-n 6,1 az átlag, én 5 pontot adtam a 10-ből. Nagyon unalmas volt. Ugye a dráma az az volt a filmben, hogy a kislány meghal. Ez ugye tragédia is, még dráma is, úgyhogy ez oké. Okay. De addig nem volt olyan vészes a film. Nem nézhető. Szerintem 16 év alatt. Itt az IMDb-n azt írják, hogy 16. Ugye a korhatár, ugye azt nézem. Az IMDb-n, hogy... Igen, annyit ír. 16 éven annak nem ajánlott. Szerintem bármikor megnézhető 16 év alatt nem volt olyan vészes. Utána jöttek pici szellemek, szellemképek, ijesztőnek tűnő szellemek, ugye, idézőjelben, jelenetek. A végén volt némi horror-szerű dolog, de még nem ütötte meg azt a mércét, hogy én betoljak, akár este, akár nappal. Szerintem egyszer nézhető, de nem félelmetes, nem túl félelmetes, aminek gondolták volna az alkotók, hogy azt akarták volna elérni, hogy féljél. De nem. Egy sikoly, vagy egy texasi ráncszűréses, vagy egy kocka, vagy akár mármelyik más horror film sokkal jobb ennél. Nyilvánvaló. Én ezért tényleg az IMDb-n 5 pontot adtam. Az átlag is csak 6,1, úgyhogy nem csak nekem nem nagyon tetszett, hanem többeknek se. Ha tetszett ez a videó, iratkozz fel a YouTube csatornámra, több ilyen filmelemzős téma lesz. Nem tudom milyen rendszerességgel, ugye megnézek pár filmet és azt elemezzük. Jó? Tetszett a videó, iratkozz fel Facebookra, akár YouTube-ra, itt lesznek a linkek mindenhonnan, és akkor találkozunk a következő filmelemzős videóba. Sziasztok, legyetek jók! További szép napot mindenkinek!